Nézőink nagyban szeretném gratulálni Varga miniszter úrnak a Harcagváros díszpolgára címhez. Azt gondolom, hogy ennél meghatóbb pillanat nem sok volt az életében, talán a gyermekei születése. Nagyon szépen köszönöm. Hát valóban megérintette a lelkemet, nyugodtan mondhatom. Az ember ezen a pályán ugye el szokott egy kicsit kérgesedni, de az ilyen alkalmak úgy valahogy visszahozzák az emberbe a legszebb érzéseket. Ahogy körülnéztem az itt ülőkön, hát külön-külön mindegyiküknek akár köszönettel is tartozhatnék. Itt ültek a szüleim, a családom, a feleségem, a gyermekeim, a egykori tanáraim közül nagyon sokakat láttam itt ülni, az egykori első osztályfőnököm, Katonáné és Sárika néni. Úgyhogy nagyon hosszú listát kellett volna mondanom, ha mindenkinek meg akarom köszönni. Ez a beszéd egy ilyen kicsit kurtán-furtán sikerült, de hát azt gondolom, hogy ebben a díszpolgári címben igazából a karcagiak szeretete van benne, és ezt én nagyon-nagyon köszönöm. Én azt kívánom, hogy nagyon sokáig emlékezzenek őre ilyen szeretette, hiszen láttuk, hogy itt tényleg mindenki oda ment, és mindenki szívből gratulált, és azt kívánom, hogy legyen kitartása, hiszen feladata azért van bőven. Köszönöm szépen. Hát a feleségem gondoskodik arról azért, hogy minden a helyére kerüljön. Tehát amikor az ember egy kicsit már kezdene elszállni, akkor ő azért visszarángat a földre, igazi jó karcagi menyecskeként. Én azt gondolom, hogy persze ilyenkor a díszpolgári cím mindig a érdemekről szól, meg a embernek a szebbik oldaláról. Nyilván én is emberből vagyok, nyilván néha én is hozok rossz döntéseket, ezt nyugodtan mondhatom. De hát azon vagyok, hogy a város mindig előre tudjon menni, a város lakói büszkék lehessenek rám. Én mindig nagyon büszke vagyok Karcagra, arra, hogy karcagi származású vagyok. Valószínű, hogy bárhova is vet a sors az életem hátralevő részében, én mindig karcaiként fogok járni, kelni, aludni, felkelni, és a világban a munkámat végezni. És hát azt gondolom, mondhatom, hogy a karcag mindig a szívecsücske maradt, hiszen erről tavaly szépen is írt a könyvben, és én azt kívánom, hogy ez legyen így, és találkozunk még nagyon sok alkalommal a karcagon. Köszönöm szépen, annyit hadd mondjak még zárásként, hogy én mindig nagy büszkeséggel néztem azokat, akik már korábban ezt a címet megkapták, Gergely János akadémikus, Hátót Imre professzor, itt elhangzott a mai ünnepségen Kántor Sándornak a neve, aki 1991-ben kapta meg ezt az elismerést, Györfi Sándor szobrászművész, tehát ezek az emberek nagyon sokat tettek azért, hogy Karcagot méltóképpen emlegessék mindenhol a magyar nemzet tagjai. Én is azért szeretnék dolgozni, és most már ez a díszpolgári cím ebben ösztönöz, ebben erősít meg, hogy bárhova is vertődjön az ember, amikor Karcagról hall valaki, vagy Karcagról beszél valaki, akkor ezt mindig tisztelettel és büszkeséggel tegye. Egy foci is hasonlatot mondanék ide a végére, hogy jó csapatnak jó tagja volt, és azt kívánom, hogy ez így legyen továbbiakban. Köszönöm szépen!